Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség is, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam mindig 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Itt középen látható ez a cica kártya, amit a férjem készített. Ez volt az ő ötlete, az ő gondolatai, ő tervezte ezt, és én mutatom ezeket a cicás kártyákat is, és hogy mi a téma, azt ő mondja ki, itt németül van írva, Traue dich, ami lefordítva magyarra azt jelenti, hogy légy bátor, vagy légy merész, mondd ki a véleményedet. Ne törődj azzal, hogy mások hogyan vélekednek erről, vagy mutasd ki az érzelmeidet. Azt is, ha például dühös vagy valakire. Nem kell elrohanni, hanem mutasd ki azt, amit gondolsz, ahogy érzed magad, mert hogyha ezt eltitkolod, elnyomod, akkor nem érzed jól magadat ebben a helyzetben. És milyen témákról van szó, hol kell merésznek lenned, azt megnézzük, hogy mit mutatnak itt a kártyák. Itt látható ez az ostor, és ez fáj. Ez jelenthet félreértéseket, vitákat, veszekedéseket. Valaki megbántott téged, és itt megjelenik a hamisság. Valaki rossz indulattal közeledett hozzád, akarattal megbánt téged, akkor légy bátor, merész, mutasd ki azt, hogy mi a véleményed erről. Hiszen itt a gyermek jelenti azt, hogy te ártatlan voltál ebben a helyzetben. Persze, a gyermek utalhat gyermekekre is, hogy ott vannak ilyen félreértések, hamisság. Lehet, hogy az iskolában szidják őt, vagy azt mondják, hogy nem tanul, holott a gyermeked ártatlan. Akkor menj el az iskolába, és mondd meg a véleményedet, vagy mutasd ki azt, hogy dühös vagy, hiszen a gyermeked ártatlan. Megnézzük, hogy mit mutatnak még a képek. Itt látható a kereszt, és ez kihat a sorsútra. Ez jelenthet egy sorsdöntő változást. Amit a kereszt még jelenthet, ezek kármikus témák. Lehet, hogy a kárma által ez a leckéd, ez a feladatod, hogy kimutasd az érzelmeidet, mondd ki a véleményedet, ne fuss el az események elől, légy bátor, légy merész. Itt ez a nagy épület, tényleg lehet egy iskola is, de azt is jelenthetik a kártyák, hogy tulajdonképpen itt más eseményekről is szó lehet, mint például a párkapcsolat, hogy ő megbántott téged, és te ártatlan voltál, mint egy kisgyermek ebben a helyzetben, és mivel eddig nem mondtad ki a véleményedet, mert féltél attól, hogy visszahúzódik, fogva érzed magadat ebben a toronyban. És ez olyan, mint egy labirintus. Keresel egy megoldást, keresel egy kiutat, és ez a helyzet betegít téged, hiszen a fa utalhat egészségügyi témákra is. De ha véded magadat, ha kimondod a véleményedet, akkor itt lesz egy fordulat, egy kellemes meglepetés, mert másképp reagál ehhez, mint ahogy te úgy számítottál erre, pozitívan reagál, és akkor itt meg lesz a gyógyító erő, rendbe teszed a dolgokat.
Itt a horgony jelenthet egy stabil helyzetet, például egy stabil párkapcsolatot, ahol le tudtok horgonyozni, le tudtok gyökerezni. Lehet, hogy ő úgy vélte eddig, ő nem akar egy tartós párkapcsolatot kialakítani, és volt ez a húza vona, és ez megbántott téged, de akkor mondd ki azt konkrétan, hogy te mit akarsz. És ne legyenek félelmek, hogy ő most emiatt otthagy téged. Itt lesz egy stabil helyzet, és itt van a gyógyító erő. És kármikusan nézve, ez fontos számodra, hogy megtanult azt kimutatni a gondolataidat, az érzelmeidet. Légy olyan, amilyen vagy. Amit itt a horgony még jelenthet, az a munkahely. Hogy a munkahelyen vannak a problémák, mert valaki akarattal megbántott téged, vagy hibáztat téged valami miatt, holott ártatlan vagy. És itt látható a fa, ez jelenti azt, hogy ezt te rendbe hozod, vagy utalhat egészségügyi témákra is. Lehet, hogy betegállományban voltál, és mások azt mondják, ó, te nem is voltál beteg, holott ártatlan vagy, mert tényleg betegnek érezted magadat, akkor mondd ki nyugodtan a véleményedet. Vagy jelentett párkapcsolatot is, egy stabil párkapcsolatot, ahol ő a múltban megbántott téged, és nem mertél szólni, mert féltél attól, hogy visszahúzódik ebben a helyzetben. És ez volt, ez a cicás jóslás, örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha tetszett a videó, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!